Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép, meleg délutánon, napon. Jelenleg készülődünk, ahogy látjátok, itt ülünk az autóval, ugyanis megyünk nem más, mint az iskolába. Vesszük fel a Lukaszt az iskolából. Nem az első, a második nap az iskolába, képzeld el. Az idő nagyon jó, egy felhő szinte nincs az égen. 30-valány fok van valószínűleg, mert rettentő meleg van. Úgyhogy most gyorsan indulunk, ugyanis kicsit késésben vagyunk. Nézd, látod, rajta van a napszöveg, most levette. Egész eddig úgy ült be, hogy rajta volt a napszöveg, aztán nézegeted ki belőle. Ugye mindig próbál utánozni, amit én csinálok, vagy ami van rajtam, mindig ő is ugyanazt akarja. Na menjünk, és megérkeztünk közben. Na mi a helyzet? Milyen volt a mai napod? A második napod? Mi van, álmos vagy? Vagy mi van? Nem. Minden visszaállt, hogy a régiben a Lukasz korán megy. Aludni korán kell, és azt hittem, hogy zöld van, de nem. Nekünk még mindig piros van, látod? Az első nap, az a tegnapi napod milyen volt? Az nem volt olyan rossz, nem? Nem. A mai napod milyen volt? Hosszú? Jobb. Jobb volt? Ugyanis ilyenkor összekeverik a gyerekeket. Nem ugyanabban az osztályba megy vissza, már ugyanabban az osztályba megy vissza, de összekeverik ugye a gyerekeket ilyenkor. Tehát sosem ugyanaz az osztálytársad, mint a tavalyi évben. Legalábbis egy-kettő, nem? Hány gyerek van a régi osztályodból? Azt a végben nem úgy mondom, 25, hogy a... Ja, de az, aki jött veled a régi osztályból, azért az... Csak van 8, gondolom. 8. Meg a másik osztályból is 8, tehát így összerakják, minden évben összekeverik a gyerekeket, hogy miért jó, nem tudom, de van miért, biztos, hogy jó. Úszni mikor mész? 4 hét még, nem? 4 hét, azt mondtad, hogy... Most hagyod, mi történt? Megint hogy be lehet rakva, vagy állítva Lukasz hajára erre, tudod? Vagy mind az imó. Ja, de megint mit csináltál vele? A sapkám! Ja, tényleg a sapka, ja, elfelejtettem. Na mindjárt, hazaink, gyorsan megebédnek, úgyis még nem ettem, aztán nem máshol megyek, mint a postára valószínű, aztán lehet, hogy az öcsémhez, majd meglátom, hogy lehet, hogy felhívom. És ez lesz a délután valószínű. Te mit csinálsz? Tanulsz itthon valószínű, mi? Van házi feladatod már? Van nagyon pici, csak olyan 5 perc van. 5 perc, na várjál, megyünk, mert zöld a lámpa, onnan nézzél. Megjöttünk, feljöttünk, megmutatom, hogy itt fogok enni ebédre, ugyanis ez az új kedvenc csirkés, új, vagy nem tudom, minek hívják, ilyen, látod, ilyen rudak, csirkés rudak, és ez, én ezt most nagyon szeretem, ami ugye ez ilyen fagyasztott, berakod a sütőbe 10-15 percre, és kiveszed, megeszed rizssel, simán, amivel akarod. Én általában simán szoktam menni, bár néha rizibizivel, ugye rizssel, úgyhogy ezt most ugye leteszem, ugyanis elfogyott, majd kell még belőle venni. Szóval utána elmegyek a postára, még mielőtt elmegyek a postára, kell nyomtatnom, ugyanis mostanában, várjál, mit kutatunk? Ott nem kutatunk. De! Nem. Nem tudom, hogy nálatok hogy van, de mi nálunk mostában nem nagyon küldenek számlákat, meg semmit. Tehát minden az interneten jön. És hogyha be akarok menni a postára, mert ott kell fizetni a számlát, áramszámlát, mindenféle számlát, akkor itthon ki kell nyomtatnom, ugyanis e-mailben még elküldik, hogyha elküldik, hogyha nem, akkor fel kell menni az oldalra, ott be vagy regisztrálva, és ott meg tudod nézni, ugye, hogy például mennyi áramot használtál, és ott van egy ilyen a számlád, amit ki tudsz nyomtatni, és azzal be tudsz menni a postára. Hogyha azt akarod, hogy küldjenek neked számlát ide a címedre ilyen rendes papírformában, akkor az körülbelül egy extra 5 dollárba kerül havonta, hogy ha küldenek, de legtöbbször most már nem is küldenek. Úgyhogy azt kell kinyomtatnom, ugyanis nekem ilyen számlát... Na, nem küldenek! Ugyanis nekem ilyen számlát nem küldenek, úgyhogy ki kell nyomtatnom, és el kell mennem a postára, és le kell fizetnem a... Nem is az ára, a visszaszámlámat, aztán nem is tudom ilyen számlát. Ami számlát. Mit keresel ott te? Nem kutatunk, ott vedd ki a kezelen, be fogod csípni, és sírni fogsz. Megevédeltem, itt lök az autóba, ahogy ugye látjátok, nem tudom, hogy miért mondom mindig, hogy itt lök az autóba. Na minden, meg éppen a postára kinyomtattam ezt a számlát, hogy ezt gyorsan befizettem, közben felhívta az öcsémet, tavasz, hogy bemegyek majd hozzá, és ugye a Lukasz felesége meg a Davis otthon maradtak, mert a Lukasznek kellett, nem sokat kellett amúgy tanulni neki, vagy kell neki. Azt mondta, hogy 5 perc az egész. Ami mindjárt bezár a posta, ugyanis 5 órakor bezárnálunk, úgyhogy talán nem leszek olyan nagyon sokan. Múltkor kezdővel jöttem, és kint álltam az utcán, akkora sorát, én nem tudom, hogy miért, de majd engedjük itt az embereket, aztán itt valahol gyorsan megállunk. Ami ott van posta, ott van szembe. Úgy nézte, hogy nincsenek sok, legalábbis az utcán biztos, hogy nem állnak. Na, gyorsan befutok, aztán megyünk tovább. Megjöttem, itt vagyok bent az öcsémnél, ott van ő bent, éppen pakolászik valamit, és most jött meg a boltból. Aztán mondta neki, hogy kérlek, megmutatom a tájat, a kilátást, már nem vagy, hogy néz ki, azt ugye láttátok sokszor, mert hogy milyen tiszta az idő, megmutatom, meddig el lehet látni.
Látod? Valószínűleg te annyira nem tudod hasonlítani, de egy kicsit ránkezdelítek. Látod azt, oda a távolba azokat a hegyeket, azt a hegyes részet. Egész odáig el lehet látni, és tiszta. Tehát nem párás az idő, látod? Ég tiszta. Amúgy múltkor valaki azt mondta, hogy filmezzem le a naplementét. Ugye a naplemente az nálunk arra felé megy le. Ott, látod? Mármint még nem, de majd nem sokára. Ugye nálunk onnét kell fel a nap, onnét a vízből, és a hegyekbe megy lefelé. Úgyhogy, hogyha itt leszek az öcsémnél, még akkor, mikor megy le a nap, akkor majd lehet, hogy lefilmezem nektek. Amúgy sok videó nem lehet látni a napot, meg megy le. Tehát nem a vízbe megy le, hanem a hegybe megy le. Na minden, majd lefilmezem, ugye most valaki ügyek érte. Úgyhogy most azt mondom, hogy bemegyek, megnézem is rá az öcsém, csak azt nézem, mutatom. Látod, mennyien vannak lenne a medencébe? Ott úszkálnak. Ott, de ott a másikba is. Kicsit rájuk közelítünk, megnézzük, hogy hányan mit csinálnak. Ott ugrálnak. Beleáll az egyik a másiknak a nyakába. Látod? Amúgy azt a medencét felújították. Ezt még nem. Legalábbis azt mondta az öcsém. Hozzáérkeztem, nem filmeztem le a naplementét, ugyanis előbb eljöttem az öcsémtől, de közben lement a nap. Innét nagyon nem lehet ugye látni, mert itt a ház mögött megy le, de majd egyszer lehet, hogy lefilmezem nektek, ahogy mondtam. Amúgy most készülünk nem máshova, mint fürdeni, legalábbis a Davis. Aztán a videó a videó elején elfelejtettem nektek mondani, hogy ma sorsolunk, ugye, a valami 5 volt szombaton. És mondtam, hogy ugye majdnem minden valami ötbe lesz nyereményjáték, nem mindegyikbe, de majdnem mindegyikbe. És még mielőtt el nem felejtem, ugye sorsolni fogunk. Hogy mit fogunk sorsolni? Mutatom. Ugyanis múltkor vásároltam egy pár kulcstartót, ilyen újabb fajta kulcstartót. Itt van a rumlis fiókomba, csak nem akarom mutatni a rumlis fiókot, mert rumlis. De mutatom. Van ilyen fajtám, látod? Ilyen ausztrálos ilyen. Aztán végül is táblák, ezek mind ilyen táblák, hogy merre van a Gold Coast, merre van a Sydney, van ilyen kólás, aztán milyen van még? Egy másik ilyen fajta, erre is rámondani, hogy mi merre van. Azért ilyet választottam, várjál, még van még egy darab itt, nem? Azért ilyet választottam, ez egy ilyen kengurus, látod? Mert ezek könnyűek, tehát ezt simán le tudom rakni a borítékba, és el tudom küldeni, és remélhetőleg odaér. Közben töltöm a kommenteket, mutatom neked. Látod, itt pörög, mindjárt betölti magát. A hétvégén amúgy a valami ötbe, én azt mondom, hogy most nem tengerpartos lesz, mert lehet, hogy kicsit túl sok lesz a tengerpartos valami ötös videó. Én arra gondoltam, hogy lehet, hogy a hétvégén most vagy egy ilyen... Volt egy ilyen főzős, legalábbis csináltam egy ilyen főzős valami ötöt a Lucas-szel, majd meglátjátok, hogy milyen. Meg volt egy kóstolós is. Ezek kívül még van több fajta valami öt, amit kint filmeztünk még, és a legtöbb valami ötöt kint filmeztük most, de... Na minden, ma meglátjátok, majd kiderül. Na közben várjál, betöltődött, úgyhogy mutatom neked. Ott van. Úgyhogy, betöltődött a szerencsés nyertes, nem más, mint. Figyelj! Na miért nem működik? Várjál. Isti Gameplay Balaton a kedvencem. Ugye az volt a kérdés, hogy melyik a kedvenc strandod, ugye, vagy parton, vagy le szeretsz járni, fürödni, és Isti Gameplaynek a Balaton, hogy melyik része, nem tudom, az lehet, hogy az egész Balaton. Amúgy régebben mi is szoktunk ugye a Balatonra járni, inkább a déli részére, mert ugye Nagy Kanizsán ugye laktunk, ezt is még mindig sokan kérdezitek, és oda szoktunk menni. Én szerettem oda járni. De nem mindegy, aztán később olyan koszos lett egy kicsit a víz, mert kipusztultak az angolnák, akkor volt az az időszak még, nem ilyen. Amúgy szerettünk oda járni, meg más fóba is. Úgyhogy, még mielőtt, majdnem elfelejtettem, gratulálni szeretnénk neked, majdnem elfelejtettem gratulálni, és arra szeretnélek megkérni, hogy írjad meg a címedet, ugye, hogy hova küldhetem a kulcstartót, meg a képeslapot, ugye az is van. Valaki kérdezte, hogy a múltkori nyertes, hogy aláírom-e, alá fogom írni mindenkinek, írok rá valamit a képeslapra is, és elküldöm. Tehát ne ilyen kommentbe, hanem üzenetbe a YouTube-on keresztül írjad meg nekem a címedet, hogy hova küldhetem. És egy ilyen 2-3 hét valószínűleg alá fog érni, legalábbis nagyon reméljük. Aztán nem kell keresni, mert lesz még nyereményjáték, a hétfőn is lesz nyereményjáték. Hogy melyik videót osztom meg, azt még nem tudom, ahogy mondtam, de majd valamiket biztosan. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt a mai videót itt most lassan befejezem.
ugyanis semmi érdekeset most nem fogunk csinálni, mire hazajöttem, hogy a Lucas megtanult, elment a Davis is most fürdeni, ugye most még vacsorázni fogunk, aztán elmenjünk aludni, holnap megkezdődik egy újabb nap, ugye. Aztán mit akartam mondani, a hétvégén nem tudtunk elmenni képzellel filmezni ezt a valami, úgy volt, hogy elmenjünk, hogy Lucas-szel ugye le a parti részre filmezünk, ugyanis esett az eső, nem volt a legjobb az idő, ilyen nagyon balos volt. Úgyhogy talán most a hétvégén, majd meglátjuk, el tudunk menni. Úgyhogy, ahogy mondtam, mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzük, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!